Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Nem lesz egyszerű ez a ma esti beszélgetés, legalábbis a számomra. Ugyanis a vendég, Oláh György, Nobel-díjas kémikus professzor úr, jó estét kívánok. És azért nem lesz egyszerű a számomra, mert hogyha valamit nem szerettem soha az iskolában, a gimnáziumban, valószínűleg azért, mert nem értettem meg, az a kémia volt. Hát nézze, elég boldog élet lett kémia nélkül is, úgyhogy ezt nem tartom magam ellene. Igen? De. És meg tudnál szerettetni velem a kémiát? Hát ezt nem tudom, de nézze, én elárulok valamit, nem is elárulok, ezt le is írtam már. Én, ameddig nem érettségiztem, sose gondoltam arra, hogy tudományos pályára megyek, legkevésbé, hogy kémiára megyek. Jó, általános, humanista nevelést kaptam, én ide jártam a budapesti piaristákhoz, és ez jól szolgált életembe azóta is. Azt is be kell vallanom, például nem emlékszem, ki volt a kémia tanárom. A fizika tanáromra arra emlékszem, az egy rendkívül érdekes ember volt. Már akkor is úgy hívták, hogy Öveges János. József. Öveges József. Igen. Igen. És hát mondjuk ilyen kamasz fiúkat fizikára tanítani, az nem olyan könnyű. Hát utána az egész országot tanította fizikára, igen, a televízióban. Igen, ezt hallottam. De ő már akkor is, hát azért én nem tudom, 14-15-16 évesek voltunk, föl tudta kelteni az érdeklődést ezekben a fiatal fiúkban. Volt benne egy adottság, hogy egy témát, mint a fizikát, azt nagyon megérthetővé és közel tudta hozni. Uh-huh. És ez egy adottság, és hallom, hogy később még televízión is az fantasztikus első ilyen sorozata volt. Igen. Na, ahogy a kémiát nem tudtam megszeretni, a fizikát azt hiszem tőle megszerettem. Tehát ha lett volna mondjuk egy hasonló kémikus, akkor talán a kémia is inkább a köztudatban is egy kicsit jobb hírt szerzett volna. A kémiának nagyon rossz híre van általában. Azt mondják, hogy mi kémikusok, mi vagyunk azok, akik hát bebüdösítjük a levegőt, bepiszkítjük a vizet, és így tovább. Nem így van? Hát nézze, lehet, hogy ezt is csináljuk, de ugyanakkor a kémia a szélesebb tában rendkívül sok jót tett az emberiségé. A mai életünknek tulajdonképpen minden részét érinti a kémia. A kémia ugye az a tudomány, ami az anyaggal, a molekulákkal foglalkozik, és ez az egyik része, hát a biológiát, a modern biológiát, ez tulajdonképpen a molekuláris szinten igyekszik megismerni, hogy hogy is megy az élet. És hát ez kémiai molekulákban van felépítve. A másik oldalon a kémia az, aki tud valamit teremteni. Hát ha itt is körülnéz, vagy ami ruha rajtam van, vagy magán, vagy ez az asztal, amivel be van, majdnem mindenben a kémia szerepel. Az emberiség élete, hogy hosszabbodik, hát ugye a gyógyszerek, sokat mondanak a gyógyszerek, hogy sokba kerülnek, gyógyszergyárak nagy profitot csinálnak, ez mind igaz. Ugyanakkor az emberiség sok minden nehéz betegségén segítette. Én nem azt mondom, hogy mindenen segítenek. A rákon kutatnak már nem tudom mióta, és nincs egyszerű megoldás. Egyszer hallottam Szent Györgyi Albertet egy ilyen vacsora után beszélni, és hát a rákról beszélt, hogy milyen borzalmas betegség, és az első felesége rákban halt meg, és így tovább. De aztán azt mondta, ugyanakkor hát sokan közülünk elég jó életet is csinálunk a rákkutatásból. És ez azóta is zajlik. De csak azt akarom mondani, hogy a kémia, és hát én elfogult vagyok a kémiával szemben, biztosan, mert ez nem csak a szakmám, ez az életem. De a kémia az egy centrális tudomány. Tulajdonképpen minden más tudományt vagy technológiát alapjában érint. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek kémikusnak kell lenni. De az, hogy valami fogalma legyen, sok minden olyan kérdéssel, ami a centrális,
Ugye ma centrális kérdés lett például, hogy a világot tisztán kellene tartani, a környezetvédelem, sok minden egyéb probléma. Az a probléma, hogy kifogyóban vagyunk bizonyos fokig, alapvető energiaforrásokból, mint kőolaj, vagy földgáz, vagy szén, mit fogunk csinálni. Az emberek általában, és ezt nem kritikában mondom, ez tény, a sajtó is, a televízió is, mindig a negatív oldalát nézi a dolognak. És hát ebben sok igazság, ebben sok igazság is van. De hogy érti, a negatív oldalát? Hát ugye ön is azt mondta, hogy hát a kémiát az nem nagyon közkedvelt, mert hát sok mindent csinál. Én nem azt mondtam, én azt mondtam, hogy én nem szerettem. Elnézést. Csak azért mondom, mindennek két oldal, ugyanakkor rendkívül sok haszna is van. Azt mondta professzor úr, hogy a világ szennyezi a, tehát az emberek szennyezik a világot, de a kémikusok azok nem annyira, ha jól értettem. Ez nem egészen így mondta. Akkor tessék szersen kijavítani. Hát ugye egyrészt nézzük meg, hogy hányan vagyunk. Ugye amikor a 20. század kezdődött, hát ez nem volt olyan nagyon távol. Igen. Akkor a világ lakossága 1,5 milliárd volt. Ma túl vagyunk a 6 milliárdon. Egy évszázad alatt. Hát ugye azt senki nem tagadhatja, hogy 6 milliárd embernek hatása van a Földre. És hát most mi a megoldás? Az én szerintem a megoldás az, hogy találni kell módot arra, hogy a föld, és fog nőni még a föld lakossága. Ugye ezt nehéz megjósolni. Sokan tartják, hogy ezt ők mondták először. Én úgy olvastam, hogy Mark Twain, az író, említette ezt először, hogy jósolni rendkívül nehéz, különösen a jövőre, és se akarok jósolni. De hát az nem vitás, hogy a föld lakossága, bármit is beszélünk róla, tovább fog növekedni. Az optimisták azt mondják, hogy talán a század második felére kiegyensúlyozik. Valahol 9 vagy 10 milliárd ember közül. A pessimisták azt mondják, hogy még többen leszünk. Akárhogy is alakul ez. Nem vitás, hogy ennyi embernek befolyása van a Földre. Tehát ezt nem lehet eltagadni. Ugyanakkor nem csak az ember okozza ezeket a problémákat. A természet önmagának is vannak ciklusai. Ugye beszélnek arról, hogy a globális melegedés. Nem mi okozzuk a globális melegedést? Nézze, 6 milliárd embernek nyilván van hatása. Nem vitás arra, hogy ez a rengeteg üzemanyag, amit égetünk, ebből, hát amiben szén van, most nem akarok kémiába belemenni, de amiben szén van, ha elégeti, abból széndioxid keletkezik. És hát a kőolajba, a földgázba, a kőszénbe, a szén, amikor elég, akkor széndioxid lesz benne. De hát ez nem csak az üzemanyagban történik. Maga is vacsorázott, én is vacsoráztam tegnap. Amit ettünk, az az üzemanyagunk. Azt a természetünk égeti. És mi most ketten itt, és a kollégái termelünk széndioxidot, ami fölmegy a levegőbe. Hát, az ön legújabb kutatásai pedig arról szólnak, hogy onnan kivonják a széndioxidot. Hát nézze, minket az érdekel az elmúlt 10 évben erősen, hogy hát lehet-e megoldást tartani. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert legtöbben abban hisznek, hogy a reguláció a megoldás. Kyoto, hát 10 éve összejött 150 népe a Földnek, és hoztak egy megállapodást, vagy aláírtak egy megállapodást, ami szerintem egy nagyon szép célt szolgál, és elben mindenkinek egyet kellene érteni. Igen, de imelámmal hajtják végre. Igen, de tudja miért. És én se vagyok Kyotónak a mai formában híve. Mert ehhez megoldást is kellene ajánlani. Hát nem tudom, emlékszik-e maga fiatal ember, talán nem emlékszik erre, hogy
Nixon amerikai elnök, azt hiszem 30 vagy 35 évvel ezelőtt meghirdette a háborút a rák ellen. Hát ez egy olyan, van olyan politikus, ha beadnak egy törvényt, és a törvény azt mondja, hogy hát a rákot meg kell szüntetnünk, hogy az nem szavazná meg. Az egyetlen probléma az, hogy erre akkor módot is kell találni, hogy ezt hogy csinálja. Kiotóval is az a baj. Nem az, hogy nem értenek egyet. Én is teljes mértékben egyetértek, hogy az emberi hatást csökkenteni kell. De erre valami technológia megoldás is kell. Persze a közgazdászok, nézze, én nem kritizálok általában senkit. Ez egy olyan rossz tulajdonság, hogy sokkal könnyebb kritizálni, mint valami pozitívumot javasolni. Tehát a közgazdászok, azok jöttek egy megoldással. Kiotóban az is benne van, hogy minden népnek lesz egy kvótája, hogy ennyi széntartalmú üzemanyagot lehet elégetni, és ha több a kvóta, mint amit elégetnek, vagy pedig annak az országnak a politikusai hát úgy gondolják, hogy nekik érdekük, hogy ezt eladják, ezt el lehet adni, ez olyan, mint a tőzsde. Na most, hát én egy viszonylag egyszerű ember vagyok. Nem azt állítom. Nézd, ezt meg kell mondani őszintén, mert az, hogy az ember kap valami díjat, még Nobel-díjat is, ez azt jelenti, hogy 5 svéd kollega úgy ítélte, hogy hát amit maga csinált, az valami díjra érdemes. De hát ez nem szabad, hogy a fejébe szálljon valakinek. Ezáltal nem lesz valaki még egy általános orákulum. Én nem azt állítom, hogy én szakértő, még a saját területemen is nagyon óvatos vagyok. De például én nem vagyok közgazdasági szakértő, de még én is tudom azt, hogy ha felengedjük ezt a széndioxidot a levegőbe, a levegő az mindenki. Akár Budapesten engedi föl, akár Moszkvába, akár Pekin, akár ott. Rövid idő alatt, 2 hét alatt. Ez teljesen körülmegy a Földön, és egyensúlyba kerül. Tehát a Föld szempontjából, hogy ki engedi föl ezt a széndioxidot, ez nem okoz különbséget. Itt a mennyitről van szó, azt hiszem, Kyoto kapcsán. Nem az, hogy ki, hanem hogy mennyit összesen. Őszintén szólva, kevesebbet engednek föl akkor, ha meg tudják venni viszonylag kis pénzére a jogot, hogy folytassák azt, amit eddig csinál. A gazdagabb országoknak sokkal olcsóbb, hogy vegyenek ilyen szénkvótákat, vagy szénjogokat, mint hogy komolyan csináljanak valami meg. Ezért azt mondom, hogy az emberiség számára, és ez mindenkinek az érdekeit. Itt nincs külön magyar levegő, vagy orosz levegő, vagy amerikai levegő. A levegő az mindannyiunké. Tehát megoldásokat, tulajdonképpen új technológiai megoldásokat tehát kell találni. Tehát amin önök dolgoznak, az arról szól, hogy a stratoszférából, vagy a felső légrétegekből kivonják a széndioxidot. Hát erre is óvatos szeretném, valami... de ne haragudjon, de mondjuk a tudományos munkában az egyet megtanult az ember, igyekszik precíz lenni. Nézel nekem, hogy én ebben nem vagyok precíz, mert egyszerűen nem tudnék precíz lenni. Igen, de hát ugye, amit mi most ezért mesélünk, javítson ki. Megköszönöm. Ezt remélem hallgatják mások is, és maga még ezt teszem egy könyvbe is idővel beírja. Tehát szeretném pont viszonylag pont. Tessék szíves lenni. A helyzet az, hogy a mi, hát, és én nem azt mondom, hogy amit mi csinálunk, ez az egyetlen megoldás. Még azt sem mondom, hogy minden helyzetben ez a jó megoldás. Igyekszem nem megalomániásnak hallani. Hát persze minden tudós, amit csinál, mint minden festő, vagy minden író, azt hiszi, hogy az ő munkája az jelentős. De a megoldást kell találni, és nem szép szavakat. Na most a mi megoldásunk, amin ez nem egy terv, ez nem egy elkép. Mi ezen 10 éve dolgozunk legalább. Uh-huh. A megoldásunk az, és ez nem eredeti megoldás. Ezt a természet már csinálja.
ha kimegy és körülnéz, ami zöldet lát, fát, bokrot, füvet, minden. Ezek a természet csodálatos kis gyárai. Fotoszintézis? Ezek, igen, ezek elkapják a levegőből a széndioxidot, és vízzel a nap energiájának a felhasználásával, és van egy zöld festék, amit úgy hívnak, hogy klorofil, ez egy katalizátor. Mindenképpen a természet recirkulálja a széndioxidot új növényi életté, és az új növényi életből, ha elég idő van, akkor keletkeznek új ilyen fosszilis üzemanyagok. Ennek egy nagy problémája van. Hát több problémája van, de a legnagyobb problémája az, hogy ez nagyon hosszú időbe telik. Ahhoz, hogy egy új kis fából, vagy egy új kis bokorból olaj keletkezzen a földbe, ehhez 100 millió évek kellenek. Tulajdonképpen, amit most használunk, ezt a természet adta nekünk, mint ajándékot. Ez az eonok folyamán keletkezett. És hát elgondolja, hogy az ipari forradalom, hát az nem sokkal 200 évvel ezelőtt volt. Azóta ugye az ipari forradalmat a szén, a kőszén adta az energiát, és tüzelte, a szabad így mondanom. Aztán jött ugye az olaj és a földgáz. Ezt az elmúlt 100 évben használjuk. Tehát ezt elgondolja, tulajdonképpen nem sokkal több, mint 200 év alatt az emberiség ezt a természet nagy ajándékát használja, mint energiaforrást. És hát a kémikusok ebből csinálnak sok minden mást. És ebben semmi baj sincs. Ez egy kitűnő energiaforrás. Két baj van. Az egyik, hogy kifogyóban van. Ez nem volt ennyi emberre tervezve. A másik ugye az, amiről már beszéltünk, hogy ezek a széntartalmú energiaforrások, amikor elégetik őket, akkor a levegő oxigénjével összeállít széndioxidot ad, és ez a széndioxid, ez hozzájárul, mint üvegházi gáz a klímaváltozáshoz. Most, amint mondtam már, a természet ezt recirkulálja. Ezek szerint az önök kutatása tulajdonképpen arra szolgál, hogy ezt a folyamatot hogy lehet meggyorsítani? Hát arra szolgál, hogy hogyan lehet ezt az embernek önmagának valami más módon megcsinálnia, és beleértve azt is, hogy nem úgy, hogy ez hosszú időbe telik, hanem hogy ez most történik. És oltatnak ezek a kutatások? Lesz ennek valami kézzelfogható eredménye? Hát belátható időn belül? Szabad valamit mondanom a kutatásról. Mert vannak szavak, amiket mindenféle módon használunk. Hát, ha szabad mondanom, például demokrácia. Mindenki beszél a demokráciáról. De hát ez a demokrácia sok országban teljesen más jelent. Isten. Ez a szó, ez is. Sok mindenkinek teljesen más jelent. Ezt valami képet is akarunk vele azonosítani. Hát mondjuk az európai kultúrában az Isten az egy fehér, idősebb férfi, fehér hajjal és impozáns megjelenéssel. Más kultúrákban az Isten teljesen másképp írják le. De ez az ember elképzelése valamiről. Ugyanígy ugye a kutatás is. Ez egy nagyon szép szó, de ez nagyon sok mindent jelent. A kutatásnak egy része, amit úgy is hívnak, hogy alapkutatás, hát tulajdonképpen a kutatás a tudománynak egy alkalmazása. És hát a tudományt az a latin scientiából, tudás. Az emberben benne van. Benne van építve valahogy a kíváncsiság. Igyekszünk a környezetünket megismerni. Igyekszünk valamilyen módon azokat a törvényeket megismerni. Amikor az őseink fölnéztek a mennyekbe, és látták a csillagokat,
Hát nyilván kezdte érdekelni őket, hát hogy van ez. Aztán elképzelésük volt arról, hogy mi mozog. Sokáig azt hittük, ugye, hogy a Föld az univerzum közepe. Aztán lassan rájöttek egyesek, hogy hát ez nem egészen így van. Aztán a nap volt ugye az. Ma már tudjuk azt, hogy nagyon sok rendszer van. A mi naprendszerünk csak egy, a hihetetlen mennyiségű rendszerek között. Na most azt mondom, hogy azt kérdezi a kutatás. Én egyetemi tanár vagyok, és egy egyetemen lévő kutatóintézetem van. A mi célunk, a fő célunk az egyrészt fiatalokat nevelni. Mert az, hogy a tudomány továbbfejlődjön, a kutatás továbbfejlődjön, ez új generációk kellenek. És hát ez egy nagy privilégium. Én életemben a legnagyobb privilégium az, hogy tanár vagyok, aki fiataloknak a jövőbe talán valami kis módon hozzájárul. De a kutatás az én szakmámban, a kémiámban össze van nőve a neveléssel. A kettőt nem lehet elválasztani. Ez a kémia, akármit mondanak róla, ez egy dinamikus, állandóan fejlődő tudomány. Nézze, akármilyen nagy elismerésem van az orvostudomány iránt, és ugye ma a modern orvostudomány az is a molekuláris szinten akarja megérteni az életfolyamatokat. De ha maga orvos képzést kap, akkor megtanulja, hogy egy szíve van az embernek, két tüdeje van, két veséje, ennyi csontja, és így tovább. És ezt egyszer megtanulta, akkor egy életen át ez a tudás, ez marad. Az én szakmámban, ha valaki megszűnik követni a fejlődést, az egy pár év alatt teljesen kiesik belőle. Tehát amit mi csinálunk, az alapvető kutatás és nevelés. És engem hosszú-hosszú évek óta érdekelt egy elemnek a kémia, a szén, egy alapuló kémia. Nézze, a szén az egy a száz valamennyi elem között a Földön. Előfordulásában nem is a nagy százalékú elemek között, de az élet szempontjából alapvető. És ezzel a kutatással kapcsolatban évek alatt sok mindent találtunk, ami hát érdekes volt. Én sose gondoltam arra, megvallom őszintén, az elmúlt pár évig, hogy amit mi csinálunk, annak talán gyakorlati értéke. Talán nagy gyakorlati értéke is lehet. Nem azért csinálta? Nem. Engem azért csinálta, mert érdekelt ez. Én a széndioksziddal kezdtem még Magyarországon. Én 50 éve mentem el Magyarországon. Hosszú idő. Én már akkor bizonyos fokig kutakodtam kis. Ne haragudjon, közbe kell szóljak, nagyon izgalmas, amiket mond, tényleg nagyon érdekes, de közbe kell szóljak, mert két alapvető kérdést nem válaszoltunk meg itt menet közben. Az egyik az, hogy ezek a kutatások, amik most folynak, ezek arról szólnak, hogy a széndioxidot a magas légrétegekből valamilyen módon kivonják, aktivizálják, vagy pedig miről? Ne. Én amit nem válaszoltam meg, és elnézését kérem arról, mi a széndioxidot recirkuláljuk használható új üzemanyagokká, új kémikáliák. De ezt szeretném hangsúlyozni, mert a kérdés az volt az atmoszférából, vagy a magas atmoszférából. Igen, igen, magas légrétegekből. A széndioxid a levegőben 35 ezred százalékban van csak jelen. Egy rendkívül kis komponense a levegőnek, amiben valamilyen ér. De közben mégis összefüggésbe hozzák a Föld általános felmelegedésével. Persze. És amiről beszélnek, hogy növekszik a széndioxid tartalom, azt úgy kell fölfogni, hogy ez a igen kis mennyiségű széndioxid tartalom növekszik. De abszolút értékben, hát például vannak nemes gázok, amiről gondolom alatt, igen. Az argon. Kripton, neon, argon. Igen, hát az argon, az tízszer annyi van a levegőben, mint széndioxid.
De ez senkit különösképpen nem érdekel, mert az argonnak nincs semmi fontos szerepe, se az élet vonatkozásában. De a szén-dioxidra mondják azt, hogy csinálja ezeket a kvázi lukakat a légrétegben. Na jó, de amit szeretnék mondani, azt, amivel mi foglalkozunk, az az, hogy hogy lehet a szén-dioxidot kémiában recirkulálni. De amit szeretnék mondani az, praktikus szempontból, felhasználható szempontból, ez kezdetben ott fog történni, ahol nagyon magas szén-dioxid kiáramlások vannak. Mondok példákat. A világ elektromos áramának ma is azt hiszem 85%-át kőszén elégetésű üzemek állítják elő. És ezeknek a kéményein minden nap asztronomikus mennyiségű szén-dioxid megy a levegőbe. Nem akarok számokat. Tehát ezt ott akarja megfogni, professzor úr. Kezdetben ott, ahol igen magas koncentráció. Jó, hadd kérdezek valamit. Számomra a tudomány felelőssége mindig nagyon izgalmas kérdés volt. Már ezt feltettem volna ezt a kérdést a Nobel-díja szupersavak kapcsán is. De itt most még izgalmasabbá válik a dolog. Itt tulajdonképpen akkor az történik, ha jól értem, hogy ott az erőműveknél fogják meg ezt a szén-dioxidot, legalábbis az elképzelés szerint. Mi van akkor, hogyha nem annyit fognak meg, amennyit feltétlenül szükséges, és mondjuk a növények elől, kvázi a fotoszintézis elől vonják el a számukra szükséges szén-dioxidot, és ezzel a tudomány tovább lépett egy polccal, és ezen feltételezés az egész, és ezzel mondjuk a zöldet károsan befolyásolják. Ezzel nem kell aggódni, mert a szén-dioxid, amit én mondok, azt nem csak a gyárak kéményeim megy ki. Valamennyien szén-dioxidot termelünk. A természet. Hát ugye az élet itt volt, mielőtt az embernek gyárai voltak. Mielőtt az ember áramot termel. Ez egy nagyon rövid idő. Világos, értem. Tehát ettől sose nem is ez a kérdés lényege, hanem az, hogy abban a pillanatban, amikor egy tudós, egy kémikus elindul valamilyen irányba, és valamit elkezd fejtegetni, valami újat megpróbál előállítani belőle, abban a pillanatban nem tudom elképzelni, hogy látja azt, hogy annak a folyamatnak hol lehet a vége. A klasszikus káosz elmélet, hogy a pillangó meglengeti a szárnyát a föld egyik pontján, és a másik pontján ez cunamit okoz. Tudok szóval erre magának sokkal más Lehet ezt előre tudni, felmérni? Nem fél ettől, nem tart ettől? Mondok erre egy példát, amit tudok. Ezt Teller Ede mesélte nekem. Igen. Nyilván emlékszik arra, hogy Einstein írt egy híres levelet Roosevelt elnök. Igen, igen, az atomügyben. Igen. És hát ebben három magyarnak is szerepe volt, mert a Szilárdnak volt az ötlete, a Wignerrel ment látogatni, igen, és másodszor a Teller ment, mert a Wigner nem ért rá, a Szilárd nem tudott autót vezetni, tehát a Teller, ahogy ő mondta, ő volt a sofőr. De hát az Einstein egy úriember volt, és még a sofőrt is behívta egy kávéra. De a lényeg ennek az, hogy ez a levél, ez a híres levél, ami tulajdonképpen elkezdte az atombomba kutatást Amerikában, az azt mondta, hogy tudomásunkra jutott, hogy annak a lehetősége, hogy az atom energiáját föl lehet használni egy igen-igen nagy bomba gyártására, ez reálisnak látszik, és ezért javasolnánk, hogy ebben foglalkoznia kellene az Egyesült Államoknak is. Egy Teller szerint egy fél óráig szóban magyarázták Einsteinnak, hogy milyennek a realitása, amit akkor tudtak. És a végén Einstein aláírta a levelet, de fölkiáltott és azt mondta, milyen megdöbbentő ez, én erre sose gondoltam volna. És hát ugye Einstein nagy hozzájárulás, most nem akarok a részletekre menni, az volt, hogy Einstein mutatta először az utat, hogy az energia és a tömeg, az anyag, azok összefüggenek. Tehát itt van modern korunk legnagyobb tudósa, akinek alapvető mondjuk fölfedezése, vagy hozzájárulása az volt, hogy rámutatott arra,
hogy az energia és az anyag azok közvetlenül összefüggnek. Mégis, amikor elmagyarázta neki ez a fiatalabb magyar tudósok, hogy fönnáll annak a lehetősége, hogy az atom energiáját azt föl lehet szabadítani, és ebből egy bombát lehet csinálni, akkor azt mondta, igen, ez nagyon érdekesnek látszik, de én erre sose gondoltam volna. Ezt azért mondom csak, hogy nagyon sok esetben kutatók, akik kutatnak, talán még föl is találnak jelentős dolgokat, ez nem jelenti azt, hogy látják ennek a gyakorlati felhasználását. Ez két különálló dolog. Nézze, a tudomány, a sciencia, az tudás, föltehetően új tudásnak is az elnyerése és megismerése. Hogy ebből gyakorlati felhasználás lesz-e. Ez a technológia, magyarában mondva, az alkalmazásnak a feladata. Ezért nagyon nehéz, az én véleményem szerint azt mondani, hogy csak arra adunk támogatást olyan alapkutatásra, akik előre meg tudják mondani, hogy ez miért lesz hasznos az emberiség vagy az ország gazdasága szempontjából. Ez nem egészen így megy a gyakorlatban. Nagyon gyakran valaki, ha föl is talál valami alapvető újat, az nem jelenti azt, hogy látja annak a felhasználási lehetőségét. Ugye Edison, aki hát az elektromos ipar atya volt, Edison sose hitt a váltóáramban. Edison, aki még egy nagy vállalatot is alapított, az egyen áramon alapult. És hát ez nem vitás, hogy ebből sose lett volna, ami ma van, mert az egyenáramot nem lehet hosszabb távolságon vezetni. Szóval visszatérve, amiről beszéltünk, a mi kutatásunk az alapvető kutatás volt. Én sose hittem volna abba, hogy az én életemben ennek nem csak hogy nagyobb érdeklődése, de hogy valami gyakorlati felhasználás. Most a szupersavakról beszélünk? Igen, most arról beszélünk, a széndioxidnak a recirkulálás, magyarán mondva helyettesíteni a természet fotoszintézisét kémiával vagy technológiával. És kezdetben gyakorlati szempontból ezt ott fog megvalósulni, és ezt hajtja ma már az érdeklődést, ahol nagy mennyiségben van széndioxid jelen, és ebben valamit kell kezdenünk. Azt mondtam eddig, hogy például a széntüzelésű üzemművek. Igen. De vannak más ilyen természetes források, amit nem tudom, valószínűleg tudnak, akik ezen a területen vannak, de a közönség nem nagyon tudja. A földgáz nagyon sok helyen a világon együtt jön ki a földből széndioxiddal. Ezt a természet tette oda. Ennek semmi köze az ember tevékenységéhez, az életéhez. Hát csak annyiban, hogy kiszabadítjuk. És ezek hihetetlen mennyiségek. Algériában, a Közel-Keleten, még a norvég tenger alatt is, ahol sok földgáz találtak. Ez a földgáz, ez nagyon nagy mennyiségű széndioxid. Ezeknek a mennyiségei, nem akarok nagyságrendet mondani, de milliárd tonnákról beszélünk. És amit máig csinálnak azt, hogy ezt egyszerűen elválasztják a földgáztól, és a széndioxidot felengedik a levegőbe. Ezt nem lehet sokáig csinálni, és kezdenek ma gondolkodni azon, hogy mit lehet ebben csinálni. Az ipar milyen módon támogatja ezeket a kutatásokat? Érdekük? Hát nézze, ez is egy olyan dolog, hogy hol van, melyik részén a világnak hol van. Én egyetemen vagyok, és hát mondjuk erre büszke is vagyok. Ezt a kutatásunkat, ezt mi mindenfajta állami vagy nagyipari támogatás nélkül csináltuk mostanáig. Ezt hogy lehet? Amerikában egyetemeknek
vannak igen vagyonos igen, tehát valami támogatás volt, de magántámogatás volt, és főként olyan... Ami viszont adóból leírható. Hát persze, hát ez egy okos adótörvény. Ezért vannak múzeumok Amerikában. Igen. Ugye európai múzeumokat azt vagy királyok, vagy állam, hadvezérek elfoglalták. Amerikában ez abból keletkezik, hogy gazdag emberek egy bizonyos ponton életükben rájönnek arra, hogy a vagyonukat nem tudják magukkal vinni. Hát ez egy olyan emberi tulajdonság, nézze, ameddig fiatal az ember, addig meg van győződve, például csak idős emberek lesznek betegek és halnak meg. Hát aztán, ahogy múlnak az évek, akkor kezd mindenki rájönni azért jobb felülvizsgálatra járni. Hát ez van a pénzzel is. Hát miután a pénz nem tudja magával vinni egy multimilliómos, sokan adnak adományokat, ami nagyon szép dolog. Hát persze, hogy le lehet adóból is írni. Ennek dacára sok egyetem, sok intézménynek ez nagy. A Bill Gates vagyonokat ad arra, hogy az AIDS ellen. És ez egy nagyon jó támogatás. Professzor, ön kalandvágyó volt? Kalandvágyó? Nem tudom. Olvastam könyveket, de nem voltam kalandvágyó. Számomra nagyon érdekes és izgalmas az, ahogy annak idején 56-ban elindultak csoportosan az egyetemről külföldre, holott se előtte, se utána, legalábbis az én ismereteim szerint ön a politikában nem ártotta bele magát. Soha. Akkor tehát mi volt az út, mi volt az indíték? Azért indultak el, mert jobb munkakörülményeket szerettek volna, azért indultak el, mert... Hát most 56-nak lesz az 50 éves évforduló. Sokan nálam, sokkal kompetensebbek beszélnek. Nem is akarom belerángatni a politikába, mert soha nem foglalkozott. Amennyit én ebből láttam, ez egy teljesen spontán valami volt. Ezt nem szervezte senki. Ezt nem az amerikai titkos szervezet szervezte. Többek között azért se, mert ha azon múlott volna, hogy szervezze, akkor sehova nem lett volna sem. Ilyen rossz éleménye van róla? A helyzet az volt, hogy benne van az emberbe az. Hát nézze, a mi kis kutatási területükön, mondjuk, amit mindenkit érintett, hogy az ember szeret szabadon lenni, szeret véleményt mondani. Ezt nem kell mind mondom. De a tudományban még egy nagy probléma volt. Teljesen el voltunk zárva. Tudja, elzárással nem lehet modern. Ma már ez nincs. Ma már ugye olyan kommunikáció van, hogyha valaki tényleg fölfedez valamit, akkor holnap tudja az egész világ. Ennek gyakran hát ugye visszasül is, mert sokan kijönnek nagy találmányokkal, és aztán kiderül, hogy ez mégis olyan nagy találmány. De a fiatalság szempontjából, ugye az a 200 ezer magyar, aki 56-ba elment, ennek azt hiszem jelentős része fiatal volt. Fiatal volt, aki azt mondta, hogy a jövő a sajnos nagyon pesszimistán, én sose hittem volna, hogy az én életemben megváltozik ez a rendszer. Fiatalok voltunk, és azt hittük, hogy van bennünk még ennél energia, jó életet kezdhet. Professzor, ön végül is nem volt teljesen ismeretlen külföldön sem, hiszen Hans Mervin, jól ejtem a nevét? Mervin? Hans Mervin? Már ismerte tudós kolléga. Most megyek útba azafelé, avatják volt intézetét, mint nemzeti emlékművet Németországban. Tehát ő már ismerte az ön publikációit. Hát tehát annyira nem lehetett elzárva, mert kiért, akkor ő már egy ismert. Hát tudja, minden relatív. Tudós volt. Az, hogy egy híres német tudós valami csodálatos módon elolvasta egy ismeretlen fiatal magyar kutatónak közleményeit, és még segített is nekem, mert küldött egy kemikáliát ajándékba, ami itt nem volt hozzáférhető, és ami nekünk egy rendkívül nagy ajándék. De általában mégis el voltunk zárva. El voltunk zárva, és ez nagyon sokban befolyásolta. Nézze, én nem vagyok egy hős, és soha életemben, tudomásom szerint, puskát sose sütöttem el. De
akkoriban, legalábbis az én környezetemben, majdnem egyértelmű volt a támogatása annak, és hát mi naivok voltunk. Ugye mi azt hittük, hogyha egy kis ország tényleg meg akarja változtatni, hogy erre mód van. Hát ugye ezt ma tudjuk, hogy ez nagy naivitás volt, mert a nagyfiúk hát ezt lejátszották ezt a meccset. De csak azt akarom mondani, hogy visszatérve a szabad még egy pillanatra, mert nem fejeztük be ezt, hogy ezzel, amit mi most csinálunk, hogy ez kezdetben miért érdekli most az ipart, az én nagy meglepetésemre, az, mert az ipar nyomás alatt van, hogy valamit kell csinálni ezzel a hatalmas mennyiségű széndioxid melléktermékkel. És ezt, hát vannak ilyenek, ma az elismert módja annak, ezt összegyűjtik, és lenyomják a föld alá, ezt úgy hívják, hogy szekvesztrálják. Az én szememben ez nem megoldás, mert ez a széndioxid, ez illékony. Még ha ezt elég mélyre nyomja be, ahol ez elfolyósodik, akkor is ez lassan illékony. Azt mondom, lassan. Mondjuk minden évben csak egy 0,5%-a illik el. Hát azért gondolja el, hogy azért ez a hihetetlen mennyiség, amit oda lepumpál, ez nem maradott le. De vannak ennek más oka is. Hát nem tudom, hogy ez Magyarországon mennyire kapott sajtót, de körülbelül 12-14 éve Kamerunba, Afrikába egy éjjel történt egy tragédia. Egy tó körül valami történt egy éjjel. És az a, nem tudom, 5000 vagy 8000 ember, aki élt e körül a tó körül, az mind megfulladt és meghalt. Összes állatuk is meghalt. Hát ez Afrikában történt, tehát ez, hát lehet, hogy itt nagyobb hír volt, de hát amerikai újságban, televízióban két soros hír volt. Idővel kiderült, hogy ennek az oka mi volt. Ez a tó egy mély tó volt, aminek a fenekén egy nagy széndioxid buborék volt. Ezt a buborékot nem az ember tette oda, ezt a természet tette oda. Valószínűleg sokkal azelőtt, hogy ember élt még a világon. De egy éjjel valami történt, a Föld megmozdult. És ez a megmozdulás, ez azt jelentette, hogy ez a nagy buborék, ez följött. És ez a széndioxid nehezebb, mint a levegő. Magyarán mondva, mindenki, aki ott élt azon a környéken, az megfulladt. Hát ha ez most nem egy kis afrikai tó körül történt volna, hanem mondjuk Los Angelesbe, vagy Tokióba, vagy Shanghaiba, vagy mondhatnék a csendes óceán környékén sok helyen, ahol bizony gyakran vannak földrengések. Hát akkor azért ez nagyobb hatása lett volna. Ezt csak azért mondom, hogy ezt összegyűjteni a széndioxidot és elraktározni, ez nem egy permanens megoldás. Nem is szólva arról, hogy sok pénzbe kerül. A mi, hát talán új hozzájárulásunk ehhez az, hogy mi azt mondjuk, hogy hát sok széndioxid van, és ez a probléma, és ezt úgyis össze kell gyűjtenünk, használjuk ezt föl valamire. Na most, amiért azt mondom, hogy ez először, most ott kezd érdekes lenni, ahol az iparnak ez nagyon nagy koncentrációban van egy helyen. Ugyanakkor intézetemben hát elértünk bizonyos áttöréseket, amik egyelőre nem nagyon érdeklik az emberiség, de idővel fogják. Találtunk olyan adszorbenseket, amik maguk ki tudják a levegőből szedni ezt a széndioxidot. Hát, ahogy mondtam, minden levél tudja ezt csinálni. Ön is mondta már professzor a beszélgetés folyamán, hogy mennyire felgyorsult az élet. Én bízom abban, hogy még megéri azt, annak az eredményét, ennek az évtizedes kutatásnak az eredményét, hogy a gyakorlatban is viszont láthassa. Hát, most úgy néz ki, hogy az érdeklődés az kezd
oda alakulni, hogy nagyon nagy vállalatok kezdenek érdeklődve lenni, hogy technológiát csinálnak. Egy egyetemi tanár nem csinál nagyipari technológiát. És ugye ezen a vonalon a technológia igazán nagy mértékű. Hát nem tudom, csak akarom mondani, hogy ezt valószínűleg tudják hallgatói is. Ma a világ naponta körülbelül 16-tól 20 millió tonna olajat használ minden nap. Körülbelül ugyanilyen ekvivalens mennyiségű földgáz. És ugye ezt 365 napig minden. Ezek asztronomikus mennyiségek. Ez azt jelenti, hogy ha maga ezt kémiai módon csinálja, hogy maga ennek csak egy részét azáltal csinálja, hogy ez széndioxidot tudja visszaalakítani, ez borzasztó nagy miparban. Nézd, ha én egy komputer szoftver ember lennék. Bill Gates tudott felépíteni egy birodalmat, mert voltak emberei vagy ötletei, beleértve a Simonyit, aki magyar volt, aki jó programokat írtak nekik, és ezt hozzáférhetővé tették. De az én területemen ebben foglalkozni csak a legnagyobb vállalatoknak lehet. Nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget kívánok. Én is nagyon örvendem, és kívánok sok sikert programjához, amit remélem az emberek azért is hallgatnak, hogy kicsit szélesítsék tudásukat vagy elképzelésüket a világ problémáiról. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Önöknek pedig jó éjszakát kívánok.